2015-ben ismét megcéloztuk az Iberian Masters horgászversenyt. Ez egy olyan horgászverseny, ami általában február végén, március elején van, és ilyenkor már ki vagyunk éhezve arra, hogy egy jót pecázzunk. Viszonylag sok halat lehet fogni ezeken a vizeken, és ezért is érdemes meglátogatni ezt a versenypályát. Ami most az idén megváltozott, hiszen a Fort Eleniben lévő versenypályához képest egy másfél-két kilométerrel följebb, Riola térségében jelölték ki az új versenypályát, ahol valószínűleg a 2016-os női világbajnokságot is fogják rendezni. Viszonylag sok információt gyűjtöttünk be, vasárnap reggel meg is jelentünk, hogy megnézzük a horgászversenyt, és még pluszban olyan tapasztalatokat próbáljunk összegyűjteni, amit majd a heti fölkészülés, illetve a hétvégi péntek-szombat-vasárnapi versenyen tudunk kamatoztatni. Ugyanazokat a módszereket láttuk, amit az előző évben, kivéve ugye a bolonyai botot, tehát a rakósbot, a slider, illetve egy-két helyen küszöző bot is volt kitéve. Az úszók mérete 0,5-től 3 g-ig, a sliderakon pedig ilyen 20 g körüli nagyságú úszókat láttunk. Az etetőanyagban pedig, hogy ezt a földdel kevert hagyományos pontyos etetőanyagot használják, illetve a kavicssal összekevert ragasztott csontit. Hétfőn el is kezdtük a tréningezést. Tehát kevertünk egy pontyos etetőanyagot, a Helitárt nevű etetőanyagunkat, hozzátettünk kukoricatejet, illetve Scopex aromát, valamint, hogy ne csak a sárga szemcsék domináljanak benn, és ez ugye a pontyoknak egy nagyon kedvenc csemegéjük, tettünk bele ebből a Pellet & Juice-os nevű termékünkből, ilyen 3 mm átmérőjű epres, illetve mézes pelletet. Ebből készítettünk egy etetőanyagot, illetve földet tettünk hozzá, mivel a vízmérség ilyen 4-4,5 méter volt, ezért szükséges volt az, hogy súlya legyen az etetőanyagnak, mert egyébként viszköz föloldódva nem fejtette volna ki a hatását. Azon kívül ragasztottunk mi is csontit, tehát ilyen 1:1 arányba, tehát 1 liter csontihoz 1 liternyi követ tettünk hozzá, és úgy ragasztottuk össze. A tréningek minden napján óriási keresztcél volt, és gyakorlatilag a rakosbotos horgászatra semmi lehetőséget nem adott. Maradt a slider, illetve ez a nagyon könnyű begleres szerelék. A velünk együtt horgászó Horváth Gyula Gábor minden nap a féderes horgászati módszerrel sokkal eredményesebb volt, mint a finom szerelékes, illetve a meccsúszós horgászattal. Ebből az derült ki végül is, hogy az etetőanyaggal, az etetéssel nincs probléma, csak nem tudjuk helyben tartani a nagy keresztszél miatt a csalinkat, és ezáltal azok a halak, amelyek a felékről táplálkoznak, ugye a ponty is és a kárász is, ez a két célhal, ez gyakorlatilag azt a futó csalit, amit azáltal, hogy óriási keresztszél volt, azáltal húzta a szerelékünket, óriási öblöt csinált a zsinórnak, nem lehetett elsülyezteni, azáltal ezek a halak kényelmesek és nem mennek utána a csalinak. A tréningnapokon összegyűjtött tapasztalatok alapján próbáltunk úgy fölkészülni a háromnapos versenyre, hogy minél jobb eredményt érjünk el. A három fordulóról pedig szeretném, hogyha Szabolcs elmondaná az összefoglalóját. Nos, az első nap az meghorgászhatatlan volt a keresztszél miatt, egy-egy ilyen kósza halba lehetett csak beleakadni, ezzel a nagy méretű 30-40 g környéki sliderúszóval vagy veglerúszóval, amit még valahogy át lehetett dobni a túloldalra, de még a gombócot átlőni is nehéz volt.
viszont a második meg a harmadik nap az már jóval kellemesebb volt, és egyre jobb idő lett a hőmérsékletből, és látszódott meg hát a szélnek az erejéből is, hogy horgászati szempontból jobban meghorgászható volt, kevesebb nullázó volt, az átlagsúlyok is azért magasabbra mentek már a második-harmadik fordulóban. A versenynapokról el kell mondani, hogy a rakós-botos horgászat azért az kevésbé működött, ahogy már a tréningeken is tapasztaltuk, hogy valamiért a hal inkább a túloldalon szeret mozogni, ott szeret enni, hiszen azt az oldalt jobban sütötte a nap, lehet, hogy egy kicsit jobban melegedett a víz, éppen ezért ugye a part szélébe helyenként már 2,5-3 méteres víz volt, volt olyan hely, ahol már ugyanakkor a víz volt, mint középen, de mégis valamiért ott a kövek, illetve a partvonal mellett, egy ilyen 5-10 méteres sávban valamiért ott közlekedtek a halak. Jó nagy súlyú sliderral, hogy minél lassabban vontassuk a csalit a fenéken, vagy pedig ugye egy nagyon-nagyon könnyű kikönnyített veglerrel, szinte ólom nélkül a zsinóron, csak maximum egy szem forgóval ellátva, hosszú előkével, hogy minél hosszabban feküdjön lenne a csal, és minél lassabban vontassuk ugye a szereléket a fenéken. És ezek a fenékről táplálkozó halak, ugye a ponty és a kárász, ezek valahogy azért csak-csak megtalálták. A rakósbotos horgászaton még annyit, hogy főként ugye a szélén az A-ban mondjuk az 1-től 5-ig, és a C-ben pedig az utolsó 5, mondjuk a 10-től 15-ig volt rá lehetőség, hogy Isten igazából megmutassák azt, hogy van-e hal ugye ezen a közeli távon vagy sincs. Ott sem mindig sikerült kisebb-nagyobb sikerrel, de egy-egy jó pontba azért bele tudtak akadni a versenyzők. Még annyit szeretnék hozzáfűzni ezekhez a dolgokhoz, hogy azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem sok halat lehetett fogni, itt a helyi körülményekhez kellett a lehetőleg alkalmazkodni. A magyar horgászathoz képest, tehát szomló vizekhez képest, illetve a módszerekhez képest teljesen mások. A második fordulóban bizony be kellett építeni a küszözést is. A küszözésről meg annyit, hogy eleve a mi általunk használt sima naturszínű etetőanyag az verseny közben jöttem rá, hogy nem annyira jó. Piros etetőanyaggal kellett horgászni, egy sötét felhőt kellett képezni a víztetején ahhoz, hogy a küsz ebbe a felhőbe belemenjen, és azon az 50-60 centi mélységen tudjuk tartani, és ezzel végül sikerült egy szektor 5-öst horgásznom ebben a mezőnybe. Látva azt, hogy a szomszédok, veretes horgászok nem fogtak halat, egy-egy ponyba akadtak bele, vagy egy-egy kárászba akadtak vele, kénytelen voltam ezt a fajta horgászatot is művelni, ezt a küszözést, és ez valójában meghozta az eredményt, illetve az összeredményben nagyot léptem előre ezzel a fajta horgászattal is. A normál felszerelés itt a 450-es bot, 20-as zsinórral megszerelve, és 30-35-40 g-os veglerrel, illetve sliderrel történik, ami tőlünk nagyon idegen, viszont itt az eredményhez elengedhetetlen. Amikor tudtunk olyan szinten alkalmazkodni a pályához, hogy ezeket a dolgokat be tudtuk építeni a horgászatba, akkor azért fogtunk halat. Én úgy gondolom, hogy ez az egész heti kiruccanás, a tréninggel és a horgászattal egybekötött kiruccanás egy rendkívül tanulságos hét volt. Öreg fejemre mondhatom, hogy rengeteget tanultam ezen a héten. Mégis röviden összefoglalva, ez volt a hét történése Spanyolországban. Egy itthoni körülményekhez képest ugye kellemes időben, relatíve kellemes időben jót horgáztunk, jót pecáztunk. Talán most már ugye itthon is elkezdődik majd a horgász szezon. Jövőre ezekkel a tapasztalatokkal úgy néz ki, hogy újból meg fogjuk majd próbálni, és reméljük, hogy még jobb sikereket el tudunk érni majd ezen a spanyolországi Iberia Masters-en.